Köszöntöm a Honvéd hét nézőit! Hadijátékkal tisztelegtek a Doni áttörés magyar hőseinek emléke előtt Kaposváron. A rendezvényen a honvédelmi miniszter emlékeztetett rá, hogy egy új modern hadsereg építésekor nem feledkezhetünk meg a gyökerekről sem. Ha egy modern hadsereget építünk, akkor annak a gyökerei is nagyon fontosak, hiszen egy olyan katona nemzet vagyunk, ami évszázadok, sőt évezredek óta csatatéren is helyt állt, és emlékeznünk kell azokra a hősökre, akik ebben ott voltak és oda tették magukat. Erre támaszkodva tudjuk csak a jövőt építeni. Mi ma egy modern 21. századi haderőt építünk, amely csak úgy tud sikeres és eredményes lenni, hogyha tudja, számon tartja és megemlékezik az elődeinek az emlékéről. Az iménti hírhez kapcsolódik, hogy Paul Schipper nyugállományú alezredes Wisconsinból érkezett Magyarországra, és a centenáriumi hagyományőrző honvéd gyalogdandár hazai képviselőivel emlékezett a magyar honvédekre. My name is Paul Schipper. I'm from Wisconsin in the United States. I'm here for the anniversary of the 80th breakout from the Don River. I'm interested in Hungary and Hungarian, and I'm learning the language slowly. And I am interested in Hungarian military history and a member of the International Hungarian Military Collectors Society, as well as a reenactor in the United States. I'm friends with several of the gentlemen here, and I thought this sounded like an important event and an interesting event, so I decided to come for the trip. I think it's important to come here today to commemorate those that died and those that survived, and many of them had terrible hardships afterwards, and I think it's important to recognize those people and to remember them. I thought it was really well done. A lot of people put a lot of effort and time into putting together a really good event. The facilities were excellent. I think the school did a great job of supporting it. It was very good that the MOD came out to support the event, and it shows that it's important, and I think that was good. A Doni Hősök emléktúra napjainkra országos mozgalommal nőtte ki magát. A mintegy 80 főt számláló debreceni Hajdú menetszázadban a hazai és külföldi hagyományőrzők mellett a Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium növendékei is felsorakoztak. A középiskolások immár 11. alkalommal vettek részt az emléktúrán, a II. Világháború idején a Donnál vereséget szenvedett II. Magyar Hadsereg hőseinek emlékére. Tábori kihelyezési hét keretében szituációs lőgyakorlaton vett részt a Bocskai István 11. páncélozott hajdúdandár 39-es lövészzászló alja. A katonák az épületharcászatot is gyakorolták. Kiváló, köszönöm. A közeljövőben külszolgálatra készülő katonáknak tartott békeműveleti lőgyakorlatot a Béketámogató Kiképző Központ a Kis József 86. helikopterdandár bázisán. Mm.
Megérkeztünk a Vay Ádám kiképzőbázisra, ahol a Bocskai István 11. páncélozott hajdúdandár 39. zászlóalj katonái hajtanak végre szituációs lőgyakorlatot és épületharcászatot. Kicsit ezekbe is belenézünk. Pontosan mi is ez a szituációs lőgyakorlat, és mi az, amit ilyenkor gyakorolnak a katonák? A szituációs lőgyakorlattal alapvetően azt szeretném megtanítani a katonáknak, hogy a helységekben hogyan kell behatolniuk, és ott milyen tevékenységet kell folytatniuk. Gondolok itt arra, hogy meg kell tudniuk különböztetni ellenséget civilektől, illetve hogyha az adott helyiségben találnak ellenséget, azt hogyan kell leküzdeniük, milyen módon. Alapvetően 4 fős csoportokban dolgoznak itt a katonák. A 4 főnek tudnia kell együtt dolgozni, tudniuk kell a közös kis jeleiket, a közös megbeszélt feladatokat végrehajtani, és amikor bemennek egy szobába, akkor érezniük kell egymást, hogy hogyan mozognak, mit hogyan csinálnak. Egy ilyen szituációs lőgyakorlatnál nagy hangsúly van a csapatmunkán. Pontosan hogy működik ez a gyakorlatban, és kinek mi a feladata a csapatban? Hát a legfontosabb elsőként, hogy 4-en hajtjuk végre ezt a feladatot. A 4 emberből az első, ugye, aki fogja a veszélyes irányt, neki ez a feladata. A második a csapatban az mindig a parancsnok. A harmadik, ugye, aki a adott bejáratot nekünk megnyitja. Az utolsó pedig egy végbiztosító, aki hátra figyel. Mi nagyon régóta együtt dolgozunk, már misszióban is voltunk együtt. Ez a csapat messze van kovácsolva, tehát jól tudunk együtt mozogni, dolgozni, kommunikáció megvan. És technikailag milyen képességek szükségesek egy ilyen épületharcászati gyakorlat sikeres végrehajtásához? Ugye a épületharcászat során nagyon fontos az, hogy a rajok, illetve maga a szakaszok, ahogy dolgoznak, 4 fős csoportokban dolgoznak. Mindegyik 4 fős csoportnak van egy parancsnoka, az ő felelőssége igazából az, hogy magát a kezdeményező képességet, a sebességet, az agresszivitást, illetve az önálló döntéshozatalat meg tudja valósítani mind a saját maga terén, illetve mind a katonai terén. A technikai eszközök terén pedig rövidebb fegyverek szolgálják inkább így a hatásos végrehajtást, illetve a kisebb kaliberű fegyverekkel célszerűzőket végrehajtani. És hogy értékeled eddig a csapatnak a teljesítményét? Azt gondolom, hogy a szakaszon látszik az elmúlt egy hét, illetve az elmúlt időszakban végrehajtott kiképzési gyakorlatoknak az eredménye. Abszolút úgy látom, hogy a szakasz egyben van, mind morálisan, mind mentálisan, és abszolút nagyon jól felkészültek a feladat végrehajtására. Búvároknak téli körülmények között is gyakorolniuk kell. Éppen ezért hódítják meg évről évre a csongrádi Hol-Tisza olykor fagyott, máskor csak roppant hideg vizét, a II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred katonabúvárai. Jég alá merülést próbáltuk végrehajtani, viszont a időjárási körülményektől függően hidegvízű merülést hajtottunk végre, erre is készültünk fel ezen a héten. Az eddigiektől eltérően most egy dupla palackos légzőkészüléket használtunk, melyet próbáltunk úgy alkalmazni, életszerűen összeszerelni, hogy azzal ezen körülmények között, mint egy hidegvízi körülmények között is biztonságosan végre tudjuk hajtani a merülést, mindezt úgy, hogy a levegőmennyiségünket megnöveltük. A tegnapi nap és a mai nap is ugyanazok a búvárok hajtják végre a merülést, ugye felváltó sorrendben, forgószínpadszerűen. A tegnapi nap 40 perc alatt ebben a vízközegben ugyanaz a búvár 50 bar nyomású levegőt használt el, légzőgáz használt el. Ugye sok lehűlt a vízközeg, lehűlt a léghőmérséklet, a mai nap ugyanaz a búvár 100 bar levegőt, légzőgáz használt el. Ennyire befolyásolják a körülmények
a búvárunkat, és a feladat ugyanaz volt. Önök a Honvéd hét műsorát látták, hírösszeállításunkkal jövő héten újra jelentkezünk. A haderő híreit addig is nyomon követhetik a www.honvédelem.hu portálon, valamint közösségi oldalainkon is. Köszönjük szíves figyelmüket, viszontlátásra!